Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Szeretném megkérdezni, ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé halad a világ. Oké, köszönöm szépen. Mi baj van a világ haladásával? Rossz irányba halad. Hát jó, azon kívül. Jó, rossz irányba halad. Zsarnokság. Zsarnokság? Szeretetlenség? Etikátlanság. Sok megbolondult ember van? Mit értünk az, hogy megbolondult? Ja, mint aki nincs otthon, mint aki megzizzent. Nyomják a telefont? Ugye tudjátok azt, hogy ha az ember jó állapotú akar lenni, tehát szeretném megkérdezni tőletek, mielőtt erről beszélnék, elnézést, hogy mennyire ismeritek azt, hogy vagy mennyire fontos lenne ismerni azt, hogy hogyan működik az ember. Fontos lenne? Na most akkor nézzük meg, hogy hogyan működik az ember, jó? Tehát az ember úgy működik, hogy ha jó állapotú, nagyon érdekes, ha jó állapotú, akkor felfele tekint, a tekintete felfele. Néz. Ha rossz állapotú egy ember, akkor a tekintete lefele néz. Nem érdekes? Na mi van fent? A mitológia szerint meg a... Ugye fenn az ég van, vagy az égiek vannak, mennyek van fölfele, nem? És lefele mi van? Pokol, ördög, nem? Ilyenek, nem? Sátán, stb. Stb. Nem érdekes? Na most gondoljátok végig, hogy mi emberek úgy működünk, ha jó állapotban vagyunk, akkor fölfele nézünk, ha rossz állapotban, akkor lefele. Na most, tehát még egyszer, ha jó állapotban vagyunk, felfele nézünk. Csináltak egy ilyen kütyűt, itt egy telefon, bocs, hogy elveszem, jó? Az enyém ott van hátul, eltávolítottam magamtól. Tehát itt egy kütyű, minek hívják ezt a kütyűt? Mobiltelefon, nem? Itt van egy mobiltelefon. És mire kényszerítették az embereket a mobiltelefonnak a használatával? Mi ugye régen mit csináltak a mobiltelefonnak? Beütötte a számot, és utána telefonált, nem? Tehát gyakorlatilag nem nézte órákon keresztül, vagy perceken keresztül magát a telefont. Most ugye elérték az okostelefon módszert, tehát hogy használjunk okostelefonokat, nem? És ha megnézed, senki nem így használja az okostelefonját. Mindenki így használja az okostelefonját. Na most az ember úgy működik, hogyha jó állapotú vagy, felfele nézel. Csináld azt, hogy tartósan lefele nézel, és rossz állapotú leszel. Nem vicc, ez így működik. Nézzél sokáig lefele, mondjuk üljél le egy székre, és akkor nézed sokáig a padlót. Jó? Főleg mereven. És egy padlót fogsz vele rajta, így van, padlót fogsz vele. Így van. Tehát úgy működik az ember, hogyha tartósan lefele néz, akkor előbb-utóbb a hangulat az elkezd lefele menni, és rossz állapotú lesz. Tehát elérik szépen a mobiltelefon használatával, azzal, hogy nem telefonnak használják az emberek, hanem valami másnak. Minek? Játszanak. Nem mondjuk játszóeszköz, vagy ilyen. Tessék? Igen, oda szocializálódnak a telefonhoz, tehát ami azt jelenti, hogy megszokják, hogy lefele néznek. Sőt, én már ismerek olyan embereket, már nem is tévét néz, hanem telefont, érted? Már nem néz tévét, mert a tévénél az már nem olyan jó, mert azt egyenesen kell nézni, ugye a legtöbb tévét, nem? Főleg, hogyha egy házban mondjuk egy tévé úgy van elhelyezve, hogy fölfele kell nézni, az annyira nem rossz, mert ugye a fölfele nézünk, az nem rossz.
De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az embert ráveszik arra, hogy tartósan lefele nézzen. Ha tartósan lefele nézünk, akkor mondom, az ember így működik. Ha te úgy gondolod, hogy nem így működsz, akkor is így működsz. Tehát ha most hallgatod az előadásomat, és azt mondod, na milyen hülyeségeket beszél ez az ember, semmi gond, te úgy fogsz maradni, levisznek a mobiltelefonon keresztül a rossz hangulatú emberek sorába. Így működik. Mert lefele nézel. Tehát ha egy ember lefele néz, megnézed, aki úgy megy az utcán, hogy így, lefele nézve, utána nézd meg, hogy milyen állapotú. Még nem láttál olyan embert, aki jó állapotú lenne, és úgy megy az utcán, hogy lefele néz. A lefele néző ember nem jó állapotú. Mindegy, hogy ül, megy, halad, bármit csinál, érted? Ha lefele néz, nem, tartósan lefele néz, nem jó állapotú. Tehát nem arról szól a történet, hogy lenézel valamit, megnézel len. Nem erről szól a történet, hanem valaki tartósan lefele néz, rossz állapotú ember. Ha valakit rákészítenek arra, hogy tartósan lefele nézzen, rossz állapotúvá válik. Erről az emberek mit se tudnak. Mit se tudnak, hogy hogy működik az ember. Fogalmuk nincs, akkor arról még nem is beszéltem, hogy a mobiltelefon például mit csinálnak rajta, mikor ott van előtte, és közben a gombokat nyomogatja. Az azt jelenti, hogy internetezik. Nem? Na most, az internet kétféleképpen működik. Ugye vagy mondjuk egy wifi-n rajta van az ember, nem? De a mobiltelefonnál nem az szokott lenni. Hanem a tornyon keresztül internetezik. Milyen tornyon keresztül? A mobil adó tornyon keresztül internetezik. Mert ha valaki wifi-n keresztül internetezik, tehát a telefonnak a wifi-je működik, az nem olyan nagy gáz. Ha viszont az magán a hálózaton keresztül, tehát ha Vodafone, akkor a Vodafone, ha T-Home, akkor T-Home, vagy Telekom, mindegy. Ha mit tudom én, mi a harmadik, Telenor, akkor Telenor, mindegy. Ha azon keresztül megy az internetezés, akkor ez azt jelenti, hogy használja a telefonnak az adótornyát és a telefonnak az adóvevő képességét. Ami azt jelenti, hogy itt használja, és közben a telefon veszi és küldi a sugárzást. Így van, 3G vagy 4G, nem 3G vagy 4G, ha jobban megnézzük, mert ugye a magána, tehát működnie 3G vagy 4G, de akkor is a tornyon keresztül megy. Tehát nem olyan, mint egy wifi-t, hogy ha bekapcsolod a wifi-t, akkor a szobában van mondjuk egy, vagy a másik szobában van egy router, egy wifi router, és akkor avval kommunikál. Tehát ott a toronnyal kommunikál, és az azt jelenti, hogy most gondolj bele, a torony tőled mennyire van. Hát nem ott a szomszédban. Örülj neki, hogy nem ott van. Ami azt jelenti, hogy oda el kell menni az adásnak, meg vissza kell jönni hozzád. Tehát nem kis frekvenciával kell működnie, hogy vegyen meg adja az adást. Érted? Tehát nem olyan, mint a lakásodban, hogy közel van az adó, érted? És nem kell, sőt, egy kicsit messzebb elmész a routertől, a wifi routertől, és már nem is internetezik a telefonod. Tehát ami azt jelenti, hogy akkor gyenge frekvenciával közvetít. De amikor rákapcsolódsz egy központi adóra, érted? És úgy internetezel a telefonvonalt igénybe véve, akkor egy komoly frekvenciával, sugárzással működik a telefon. És játszanak meg, szórakoznak a telefonnal, közben a telefon folyamatosan sugároz. Mert ha a telefonnal nem csinál semmit éppen, akkor max akkor sugároz, mikor keresi az adót. Tehát például leteszel egy telefont, add ide egy picit, köszi. Tehát leteszel egy telefont, akkor nem mozog a telefon, rácsatlakozik egy adóra, és azon az adón stabilan rajta van. De ha elkezdesz egy telefonnal menni ide-oda,
akkor keresi, hogy nincs-e jobb vétel egy másik adóra. Érted? Ami azt jelenti, hogy rögtön sugároz. Tehát elkezd nagyobb frekvenciával sugározni, mintha stabilan van. Érted? Most gondolj bele, mit tudom, emberek csinálják azt, hogy fogják, iszadom, és fogják, és a buszon interneteznek. Érted? Eleve, ugye a telefon, mivel a busz mozog, a telefon folyamatosan keresi az adót, a kapcsolatot, ugye, hogy tudja telefonálni, hogy rájön a legerősebb adóra. Akkor ráadásul még az internet is keresi a legerősebb adót, és fokozott sugárzás van mozgás közben, mintha te stabilan csak fognád és úgy interneteznél. Fogalmuk nincs az embereknek, hogy ezáltal sokkal nagyobb sugárzásnak teszi ki magát. És akkor csodálkoznak, hogy egyre több olyan fiatal ember, meg fiatal nő van, akik próbálkoznak gyerekkel, és nem tudnak gyereket csinálni. Mert mondjuk a szüleik engedték már általános iskolás koruktól, hogy mobiltelefont használjanak a gyerek. És általában a mobiltelefont például a férfiak hova teszik? Hát ide a zsebükbe, nem? Hát ez meg elég közel van a nemi szervhez, szervekhez. A nők általában a telefont hova teszik? Ridikül. A ridikül általában hol van? Hát itt az oldalán. Elég közel van a nemi szervekhez. És akkor csodálkoznak, hogy fejlődési rendellenséggel fejlődnek ki az ivarszervek. És nem lett gyerek. Érted? Ha nem hiszed, járj utána ezeknek. Jó? Nyugodtan utána járhatsz. Mi 14 éve foglalkozunk azzal, 14 éve képeztek már minket arra vonatkozóan, hogy a mobiltelefon sugárzásnak milyen káros hatásai vannak, és hogy működik. 14 évvel ezelőtt. Vannak, akik most nem tudnak annyit, mint mi 14 évvel ezelőtt tudtunk erről a kérdésről. Pedig 14 év óta már sokkal többet foglalkoztak ezzel a kérdéssel, mint mondjuk 14 évvel ezelőtt. Tehát sokkal könnyebb bárminek utána nézni ebben a, ebben a témakörben, mint valaha. Tehát lényeg az, hogy a tudatlanság határtalan. Tehát egyszerűen határtalan. Voltunk nemrég vezetőképzőn, és ugye ez a vezetőképző, ez ugye a, hát egy hete volt, ha jól emlékszem, pont egy hete, igen, a vége az pont egy hete volt, igen, de az egy háromnapos vezetőképző volt, és a, ha jól emlékszem, talán a második esti vacsoránál valaki kérdezett, és annak alapján elindult egy ilyen beszélgetés. És utána erről a beszélgetésről valamilyen szinten beszéltem, de most szeretnék erről egy kicsit többet elmondani. De még mielőtt elmondanám, hogy miről szólt ott a beszélgetés, szeretném megkérdezni, hogy ugye ki az, aki hisz ilyen felsőbbrendű lényekben, vagy lényben. Oké. Okay. Jó. Jó. Hát de ugye kérdezem, hogy milyen felsőbbrendű lényben hiszel. Valaki azt mondaná erre, hogy UFO. Hát az is felsőbbrendű lény, legalábbis technikailag biztos. Jó, tehát nem éppen erre gondoltam, hanem ugye valami olyasmiben, amit régen, meg még most is úgy neveznek, hogy Isten. Tehát Isten vagy Istenek. Beszélgessünk erről egy kicsit úgy, hogy én beszélek, ti meg bólogattok, vagy valami hasonlót, vagy csomáljátok a fejeteket, vagy mit tudom én.
Jó, és akkor ezzel majd esetleg a PPA klubra elindítok valami gondolatot. Ugye a PPA klub az a harmadik rész, ahol már van lehetőség a beszélgetésre. Tehát ugye a lényeg az, hogy, hát ha vannak, ugye beszéltem már arról, hogy szerdán, és talán ez annak a folytatása tudna lenni, beszéltem arról szerdán az első részben, hogy hogyan válnak rossz állapotúvá az értelmes lények. Tehát ugye úgy válnak rossz állapotúvá, nem, gonoszszá, hogyan válnak gonoszszá. Tehát úgy válik egy értelmes lény gonoszszá, hogy jó állapotú volt, ez érvényes az emberre is, és minden értelmes élőlényre a világegyetemben, ugye úgy válik gonoszszá, hogy jó állapotban van, és akkor olyan dolgokat csinál, amitől rosszabb állapotba kerül. Tehát mit tudom, előidéz magának problémákat, stb. Stb. És ezáltal rosszabb állapotba kerül. És ha egy értelmes lény túl sok problémával találkozik, és mondjuk nem akarja, vagy nem tudja megoldani azokat a problémákat, akkor előbb-utóbb olyan mértékben rossz állapotba kerül, hogy végül úgy marad. És akkor rossz állapotú lény lesz belőle. És egy rossz állapotú értelmes lény az nem szeretet alapon működik, hanem ellenséget lát, mondjuk egy ellenséges állapotú értelmes lény, az ellenséget lát az emberekben. Ha valaki még annál rosszabb állapotba kerül, egy értelmes lény tud akár haragos lenni, dühös lenni, akkor még nagyobb ellenségeket lát a többi értelmes lényben. Ha egy lény még rosszabb állapotba kerül, ez nem csak ránk vonatkozik, hanem a világegyetemben minden értelmes lényre, még rosszabb állapotba kerül, akkor már nem nyíltan lesz ellenséges, megharagos, hanem burkoltan. Ami azt jelenti, hogy szemből barátságosnak tűnik, de hátulról megpróbálja kicsinálni azt, akivel éppen az imént barátságosságot mutatott. Tehát minden értelmes lényre vonatkozik ez, és ez mind annak köszönhető, hogy túl sok olyan dologgal találkozott, amit problémának lehet nevezni, és ez lehúzta az ő hangulatát. Tehát ha egy lény nem találkozott életében, és nem tanították neki egy probléma megoldását, akkor nem biztos, hogy képes annak a problémának a megoldására, főleg akkor, hogyha rossz állapotú. Tehát lényeg az, hogy a lények így kerülnek rosszabb állapotba, és ennek következménye az, hogy a világegyetemben különböző frekvencián, tehát magas, a jó állapotok magas frekvencián, a rossz állapotok pedig alacsony frekvencián, és a közt lévő frekvencián valamelyikén vannak társadalmak. Mert ez úgy működik, úgy képzeljétek el, hogy az értelmes lények, ez ránk is vonatkozik, a saját frekvenciájukon, amikor vannak, tehát van egy általán saját frekvenciájuk, és az ahhoz közeli frekvenciájú emberekkel érzi jól magát. Tehát mikor egy ember jól érzi magát valakivel tartósan, az azért, mert azonosak a, vagy közel azonos a rezgésük. Tehát egy rossz állapotú ember, akinek alacsony a rezgése, alacsony rezgésű emberekkel érzi jól magát. És ez a világegyetemben mindenütt így van, az értelmes lényeknél, ezért úgy gyűltek össze, hogy azonos rezgésű lények társadalmát hozták létre. Tehát, hogyha nem azonos rezgésű lények élnek egy társadalomban, akkor állandó az összetűzés köztük.
Tehát azért vannak háborúk, mert a különböző, a földre is igaz, meg a világegyetemre is igaz, hogy azért vannak háborúk, mert különböző rezgésű lények nem tudnak egymással kijönni. Tehát hiába értelmes egy lény, ha más a rezgése, tartósan egymással nem tudnak kijönni. Tehát hosszú távon nem tudnak kijönni egymással. Tehát tuti, hogy konfliktust fognak előidézni egymással szembe. És akár háborúvá fajulhat a dolog. Tehát amikor a Földön elkezdtek háborúzni, mindig azért háborúztak, mert nem tudtak megegyezni egymással a különböző rezgés miatt. Világos ez? Tehát két közel azonos rezgésű ember, az simán megegyezik gyakorlatilag bármiben. Bármiben. Na most ezáltal, hogy a világegyetemben olyan társadalmak vannak, ami különböző rezgésűek, tehát elég sok különböző rezgésű társadalom van. Na most a világegyetemben a lelkek nagy része, az másfél millió, nem, a lelkek összessége, ami a világegyetemben van, az másfél millió évnél idősebb. Tehát ami a világegyetemben létezik lélek, az mind másfél millió évnél idősebb. A legrégebbi lelkek, azok pedig gyakorlatilag kimondhatatlanul sok milliárd évvel évesek. Tehát a legidősebb lelkek a világegyetemben. Tehát gyakorlatilag számmal nem tudod kifejezni. Tehát mondhatnánk azt, hogy végtelen sok évesek. Jó? Tehát, és aközt vannak a lelkek. Tehát a végtelen sok éves lélek és a másfél millió éves lélek között vannak a különböző lelkek a világegyetemben. Na most, tehát a lelkek nem egykorúak, nyilván azok a lelkek, amelyek idősebbek, azok mivel onnantól léteznek, onnantól gyűjtik a tapasztalatokat. Azok a lelkek, amelyik kevésbé idősek, azok onnantól gyűjtik a tapasztalatokat, amióta létezik az a lélek. Ugye a lélek úgy létezik, hogy egy lélekből lett létrehozva az összes lélek. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a teremtő Isten az megsokszorozta önmagát úgy, hogy gyakorlatilag osztódott. De úgy tud osztódni, hogy a többi lélek már nem tudott osztódni. Tehát neki egy ilyen speciális működése van, hogy ő az egyetlen lélek a világegyetemben, amely további lelkeket tud létrehozni. Most is tudna létrehozni, csak már nem csinálja. Nyugdíjba ment. Nem egészen, de fogjuk rá. Szóval lényeg az, hogy szóval így jöttek létre a világegyetemben a lelkek, és mivel másfél millió éve nincs lélekteremtés, ezért ugye, na mindegy, ezt a gondolatot nem fejezem be, jó, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy most gondolj bele, hogy különböző rezgésű társadalmak vannak, és különböző éves lelkek vannak a világegyetemben. Az nem azt jelenti, hogy azonos évűnek kell lenni egy léleknek egy másikhoz képest, hogy egy társadalomban legyen, nem, hanem azonos rezgésűnek kell lenni. Jó, akkor ugye ezek a lelkek, most gondolj bele, mit tudom én, mondjuk egy másfél millió éves lélek, ha folyamatosan gyűjti a tapasztalatait, mondjuk hozzánk képest mennyivel több tudással rendelkezik. Hát oszd el a másfél milliót 80-nal mondjuk, vagy 70-nel, vagy annyi valahány éves vagy, és akkor kiderül, hogy neki annyiszor több tapasztalata van a világegyetem működéséről, és a műszaki dolgok működéséről, mint neked. Világos ez? Na most akkor onnantól kezdve gondold végig,
hogy itt vagyunk mi emberek, és ugye azt csináljuk, hogy a tudományukat próbáljuk átadni a következő nemzedéknek, nem? Tehát mit tudom én, föltalálta a gőzgépet ugye Fulton, vagy a Watt, vagy mit tudom én melyik találta föl, az egyik a mozdony. Fulton a hajó, nem? Nem. Mert a Watt találta föl talán a gőzgépet, nem? Igen, és Fulton talán a mozdonyt, azt hiszem, már mindegy. Lényeg az, hogy rég volt, ugye 1640-ben vagy mikor. És ugye a gőzgéppel kezdődött, nem is a mozdonyja. És lényeg az, hogy azóta ugye van egy technikai fejlődés. Elég lassan indult, nem? És akkor ugye az elmúlt 50-100 évben ez felgyorsult. Tehát a technikai fejlődés. És de ugye azt csináljuk, hogy próbáljuk átadni a tudást a következő nemzedéknek, tehát ha tud az ember valamit, akkor továbbadja a következő nemzedéknek. Ezért ugye nem, mit tudom én, 40 év tudásod van, hanem ugye a múltban összegyűjtött tudás valamennyi részét átadták nekünk. Hát nem feltétlenül az iskolákban, mert ott nem sokat, de valahogy az életben összeszedtünk tudást, valamennyit, nem? Tehát egy embernek mondjuk ha leél 40 évet, akkor nem 40 év tudása van, hanem azért több, mert tanították a múlt tudása alapján. Világos ez? De hát akkor is, ha jobban megnézzük, mondjuk műszaki szempontból, mondjuk ennek a bolygónak van 2-300 éves tudása, nem? Bár 1640 ugye az mondjuk 400 évnek tűnik, csak nem, de hát akkor is, hát ugye egy jó ideig nem sok fejlődés lett abból, hogy valaki föltalálta a gőzgépet. Na most, ami azt jelenti, hogy mondjuk műszakilag van egy 300 éves tudásunk. Na most képzeld el, mondjuk ha valaki mondjuk másfél millió éves lenne, akkor kicsit több tudása lenne, mint mondjuk ennek a 300 éves tudásnak. Még akkor is, ha elosztanánk, sokszorosára jön neki. Ezt most miért mondom? Csak azért, hogy megértsétek, hogy a mi tudásunk, ami itt a bolygón van, az elenyészik ahhoz képest, ami a világegyetemben az olyan lényeknek van, akiknél nem volt tudattörlés leszületéskor. Márpedig ugye sehol nem volt tudattörlés leszületéskor, csak nálunk, a földi embereknél. Tehát ami azt jelenti, hogy ott egy olyan lélek, amelyik mondjuk 100 000 milliárd éves, ott nem volt egy tudattörlése sem. Érted? És azóta a világegyetem tudását meg tapasztalatát abban a 100 000 millió évben ő összegyűjthette, sőt még a még öregebbek taníthatták is az előző tudásra. Nem tudom, értitek-e? Tehát a mi tudásunk, a földdel lévő emberek tudása az porszem a világegyetemben lévő olyan lények tudásához képest, akiknek nem volt tudattörlése. Világos ez? Tehát ugye ez azt jelenti, hogy olyan nagyra ne legyünk a saját tudásunkkal, egy. Kettő, meg ne képzeljük azt, hogy nálunknál fejlettebb lények a világegyetemben sincsenek. Tehát olyan minőségű különbség, fejlettségű különbség van lények és köztünk, amit gyakorlatilag most lehet, hogy el se tudsz képzelni. Tehát mondjuk filmben ezt még senki nem tudta lemodellezni, hogy milyen szintű tudás létezik a világegyetemben. Világos ez? Tehát a filmek, mondjuk egy Csillagok háborújában lévő tudás, az nudli ahhoz képest, ami a világegyetemben tudás létezik, érted? Tehát ha láttál te már bármilyen fantasztikus filmet, vagy olvastál valamilyen fantasztikus irodalmat, az abban lévő fantáziából kialakult kép, az nudli ahhoz, mint ami a világegyetemben van. Világos ez?
Na most, most gondoljátok végig, hogy ha a világegyetemben vannak olyan lények, akiknek a tudása nem mérhető a miénkhez, illetve a mi tudásunk nem mérhető az övékéhez, akkor, akkor gondold végig, hogyha mondjuk bármikor mondjuk meglátogatták ezt a földnevezetű bolygót, és itt találtak valami hozzájuk képest elenyésző tudással rendelkező földi embereket, akkor hozzánk képest milyen működést tudtak felmutatni az elődeinknek. Amire ugye azt mondták rögtön az elődeink, amire ugye ők tanították, hogy mi istenek vagyunk számotokra. És akkor onnantól kezdve elindult, hogy minden magasabb rendű tudással rendelkező lény, az gyakorlatilag a Földön úgy volt elnevezve, hogy Isten. Tehát olyan, hogy Földön kívüli, ilyen kifejezés nem volt, ez a múlt században találta ki valaki. Tehát csak a Földön kívüliek, az mind Isten volt. Na most gondolj bele, hogyha egy lény képes arra, hogy ide utazzon és lejöjjön, oké? A világegyetemből, akkor ahhoz képest, amikor találkoztak vele az emberek, azok az emberek, akik találkoztak vele, hol voltak technikai szintben? Hát sehol, hát sehol. Ez most úgy lennénk, most képzeld el, hogyha mi mondjuk, a Holdon lennének olyan lények, amely kőkorszaki körülmények között élnek, és akkor mi oda mennénk a mi technikánkkal, a földi technikánkkal, a kőkorszaki emberekhez, akkor azt hinnék, hogy mi istenek vagyunk. De a Földön is így volt, tudjátok jól, hogy amikor magasabb technikai fejlettséggel találkozott egy, afrikai törzsben élő ember, aki soha életben nem látott semmilyen technikai fejlettséget, és kőkorszaki körülmények között élt, mondjuk a múlt században, vagy akár a múlt század végén, akkor azt hitték a technikailag fejlett emberekre, hogy istenek. Mert ők se ismerték azt a szót, hogy Földön kívüli. Oké? Okay. Tehát, hogyha bárki ugye meg akarja különböztetni, mert most már arra is van törekvés, hogy különböztessük meg az isteneket a Földön kívüliektől, nagy baromság az egész, mert egy és ugyanaz, arról szól a történet. Oké? Okay. Na most ezt miért mondom? Azért mondom, mert most gondolj bele, hogyha egy lénynek mit tudom én, hozzád képest, mit tudom én, 10 milliószor nagyobb tudása van. Érted? Vagy egy, idegen társadalomban 10 milliószor nagyobb a tudás, mint a földi társadalomban, akkor ugye nem tudsz olyat elképzelni, hogy például valaki fölvesz egy ember kinézetet, és lejön ide a földre. És elvégezte a dolgát, és távozik. Ugye akkor nem tudsz ilyet elképzelni. Hát csak egy kicsit gondolkodnod kell, hogy, mennyit fejlődött az emberiség tudása ilyen technikai téren, mondjuk az elmúlt öt, nem is öt, mióta élsz? Mióta az eszedet tudod? Mondjuk 10 éves korodtól. Mennyit fejlődött? Érted? Ha 20 éves vagy, akkor is 10 év alatt mennyit fejlődött? 10 év alatt, 10 évvel ezelőtt még milyen mobiltelefonok voltak? Most már milyenek vannak? Stb. Stb. Érted? Na, minden, nem is a mobiltelefon a lényeg, hanem az, hogy, mekkora technikai fejlődés volt az elmúlt időszakban, és akkor nem tudjuk elképzelni azt, hogy mondjuk ezerszer, vagy tízezerszer, vagy százezerszer annyi idő alatt mondjuk simán csinál egy értelmes lény olyat, hogy van egy test, azt mondja, jó, akkor én ebbe bemegyek, mint lélek, és akkor az a dolgom, hogy lejöjjek a földre, elvégezzem a dolgomat, és utána távozzak. És a kutya nem különbözteti meg, hogy az, egy ember, vagy, vagy pedig egy földön kívüli. Oké? Okay. Tehát senki nem különbözteti meg, senki nem tudja megkülönböztetni. Egy dolog van, ugye, hogy mit tudom, ha kérnéd a családfáját, meg a
meg kérnéd a személyigazolványát, meg stb., akkor lehet, hogy nem lenne neki. Csak nem fogja tőle senki se kérni. Miért? Tehát a lélek úgy működik, hogy mindent, amit megtanul, a lélek nem felejti el. A test elfelejti, a lélek nem felejt. Tehát a lelked semmit nem felejt, ami információhoz jutott, mióta élsz. Hát minden, a lelkedben minden tudás rendelkezésre áll, amivel te csak tapasztalatot szereztél, még azzal is, amivel nem szereztél tapasztalatot, hanem küldték információként. Még azzal is rendelkezel. Na most itt vagyunk, ugye egy sokkal nagyobb tudású lélekkel, mint amit ki tudunk hozni magunkból, mert a testünk alapján működünk, és nem a lelkünk alapján, mert ugye úgy vagyunk megkonstruálva, hogy a test az nagyobb mértékben tud téged befolyásolni, mint a saját lelked, sajnos. Tehát itt vagyunk mi emberek, egy ilyen működés révén, és most gondolj bele, hogy a lélek, mivel nem felejt el semmit, és minden tudással tud rendelkezni, amit megkap, akkor ugye azt se tudnád elképzelni, hogy egy lélek az képes a telepátiára. Nem csak gondolat átvitelre lenne képes, ha van tudása hozzá, hanem arra is, hogy mondjuk szó nélkül tudjanak kommunikálni egymással. Tehát egy fejlett lény az azt jelenti, mit jelent, hogy fejlett lény? Az, hogy nincs törülve a tudása. Nem volt törölve a tudása. És minden tudás benne van. Egy fejlett lény képes arra, hogy tehát szóbeni vagy írásbeni kommunikáció nélkül kommunikáljon egy másik lénnyel. Ugye ezt mi úgy nevezzük, hogy telepátia. Hát ugye erre még a földi ember is valamilyen szinten képes. Hát ha még ezt tanítják is, hogy hogy kell. Na most gondolj bele, mondjuk egy földön kívüli ember, vagy földön kívüli lélek beszáll egy olyan testbe, ami ugyanúgy néz ki, mint a miénk, és ő olyan lélekkel rendelkezik, amely képes a telepátiára, és a telepátia az nem csak azt jelenti, hogy tudja olvasni a gondolatot, hanem egy gyenge képességekkel rendelkező, hozzá képes, gyenge képességgel rendelkező másik lény működését irányítani tudja telepatikusan. Tehát lehet, hogy mikor közeledik a rendőr, akkor azt mondja, hogy na, megkérdezem azt a lényt, hogy adja ide már az iratait, de mire odaér, már nem kérdezi meg. Milyen nem kérdezi meg? Mert közben az a lény olyan mértékben befolyásolta a gondolatát, hogy eszébe se jut megkérdezni. Világos ez? Na most gondoljátok végig, hogy a világegyetem tele van olyan lényekkel, amelyiknek a tudása nem akkora, mint a miénk. Tehát a világegyetemben az emberen kívül nincs még egy olyan fejlett lény, amelyik ne tudna telepatikusan kommunikálni. Értelmes lény. Világos ez? Oké? És nincs még egy olyan telepatikus lény a világegyetemben az emberen kívül, amely ne tudna bármikor fölvenni egy testet, és amikor ő akarja, kiszállni belőle. Csak mi nem vagyunk erre képesek. Más, a világegyetemben minden értelmes lény erre képes. Világos ez? Na most akkor onnantól kezdve gondold végig, miért kellene ide, ugye mondjuk, ha valakinek rövid idő az élettartama, miért kellene leszületni egy gyerektestbe, egy csecsemő testbe? Tehát miért kellene leszületni? Mondjuk van egy napos feladata, azért miért kellene leszületni és felnevelődni, meg stb. Stb. Ha van mondjuk egy 5 éves feladata, miért kellene leszületni
és felnevelődni. Mikor fogja, fölveszi a testet, lejön, megcsinálja a feladatát, utána távozik. Ezzel csak egy gond van. Egyetlen egy. Ugye? Hogy előbb-utóbb az emberek rájönnek arra, előbb-utóbb, ha sokáig itt tartózkodik egy ilyen lény, előbb-utóbb rájönnek, hogy ő nem ember. Miért? Mert csodákat csinál. Érted? De nem cirkuszi mutatványokat, hanem csodákat, szó szerint. Érted? És rájönnek arra, hogy nem is, nincsenek is szülei. Érted? Rájönnek arra, hogy nem is járt sehova iskolába. Tehát előbb-utóbb rájönnek. És akkor utána mit mondanak az ilyen lényre az emberek, ha rájönnek? Hát könnyű neki, mert Isten. Érted? Hát neki könnyű. Hiába tanít bármit. Hát neki könnyű bármit csinálni. Hát ő Isten. Ezért a fentiek rájöttek arra, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy ez régen így működött. Hát régen úgy működött, hogy fogtak, leküldtek egy lényt, len volt egy darabig, utána távozott. Csak ez egy baj volt velük, az volt a probléma, hogy azt mondták rá az emberek, hogy könnyű nekik. És amikor egy ember azt mondja, hogy ó, hát neki könnyű, én nem tudom úgyse azt megcsinálni, akkor az az illető, aki ezt mondja, az nem tanul semmit, nem fejlődik semmit. Tehát ezáltal hiába jöttek le az ilyen lények, nem csinált, tehát nem volt olyan hatása, mint kellett volna. De amikor egy ember arról beszél, hogy milyen gyerekkora volt, mint a többinek, és hogy ő ezt meg tudta csinálni, és azt tudja mondani, hogy én meg tudtam csinálni, akkor a más emberek is tudják azt mondani, hogyha ő meg tudta csinálni, akkor én is meg tudom csinálni, mert ő is ember, meg én is ember vagyok. Értitek? És meddig, mióta nem küldenek le ilyen lényeket, ilyen Isten lényeket? A 13. század óta. Tehát a 13. század óta nem jönnek. Tehát olyanok jönnek, akik rendes emberi testbe születnek. És kaptam ezzel kapcsolatban egy információt, tehát mikor így kérdeztek, ugye a vezetőim, jöttek az információk a kérdésre, majd kaptam egy információt, és azt is mondták nekem, föntről, hogy az egy bevezetés volt a vezetőin az a vacsora. Az egy bevezető volt a többiek számára, hogy ne lepődjetek meg, amit most fogtok hallani. Mert kaptam egy információt avval kapcsolatban, hogy Jézus nem ember volt, nem félisten volt, hanem Isten volt. És miért nem volt gyerekkora? Ezért nem volt gyerekkora. Nem volt gyerekkora. Oké? Tehát ő lejött, majd teljesítette a küldetését, és annyi. Világos ez? Tehát nem volt gyerekkora. Tehát ő Isten volt. Tehát egy földi, halandó testbe, nem halandó, hát végül is testbe bezárt, tehát egy test az halandó mindenféleképpen. De testet meg lehet ölni. Tehát azt meg lehet ölni, bármilyen testet meg lehet ölni. Tehát nincs olyan test, amit nem lehet megölni, mert anyag. Tehát minden anyag mulandó. Tehát egy elkészített emberi testbe lejött, és amikor te olyanokat tanulmányozol, hogy mit tudom, milyen gyerekkora volt, na az, amit kitaláltak. Érted? Tehát az a rész, amit kitaláltak. Meg utána, hogy halt meg stb., meg kik voltak a szülei, meg minden, azt mind hozzáköltötték, pont azért, mert különben az emberek nem hallgatnának rá. Mert egy fél istenre még úgy, ahogy hallgatnak, de egy totál istenre meg már egyáltalán nem. Világos? Ez miért nem? Hát mert könnyű neki, ő is Isten volt, érted? Mert az mindenre képes, így van.
az nem azokkal a képességekkel rendelkezik, mint az ember. Tehát gyakorlatilag ezért megnézitek, hány évet működött Jézus a hivatalos iratok szerint? Nem. Hány éves korba lépett föl, és hány éves volt, mikor meghalt? Meddig 5 évig, vagy 4 évig működött valami ilyesmi, nem? 33-tól kezdődik a 33 éves korától. Tehát ilyen 4 év. Így van. Tehát se előzmény, se utóélet nincs. És hogy érte el azt a tudást? Így van. Hát nagyon egyszerű a dolog. Ő lejött. Lejött a földre, és utána hozzáírtak mindent. Tehát ha hozzáírtak gyerekkort, akkor azt hozzáírták. Ha hozzáírták későbbi dolgokat, ha hozzáírtak. Bár a későbbi dolgok azok tudtak működni, azzal semmi gond nincs. Nem a későbbi dolgokkal van gond, hanem a gyerekkorral van gond. Meg a fiatalkorral, meg a legény korával, meg a stb. Vannak gondok. Mert ugye hát ő testben tud maradni, és a test az tud tovább működni, az nincs abban semmi probléma, nem is ez a lényeg. Tehát nem ez a lényeg. Most azért, mert gondoltam, ezt elmondom nektek. Tehát ő gyakorlatilag egy Isten volt. És ezt érdekes módon a katolikus, vagy a keresztény vallásban ugye egyre inkább kezdik hangsúlyozni, hogy Isten volt, és mindig mondták, hogy Isten fia. Hát mindnyáján Isten fia vagyunk. Csak nem mindegy, hogy törülték-e a tudatunkat, vagy pedig töröletlen tudattal lejön ide valaki. Érted? Na most az, hogy mondjuk egy lélek be tudjon egy testbe költözni, egy fejlett lélek, és a test úgy legyen kialakítva, hogy bármikor kilép belőle, visszalép, kilép, visszalép, ez tisztán tudás kérdése. Érted? Tudás, némi nemű technika kérdése. De alapvetően tudás kérdése. Tehát itt vagyunk mi emberek, és sok mindent elképzelünk a világ működéséről, aztán közben nem is úgy vannak dolgok, mint ahogy képzeljük, mert ugye a képzeletünk nagy részét ugye az alapozta meg, hogy mit tanultunk, milyen információkkal rendelkeztünk azzal kapcsolatban. Tehát ugye például a Bibliában meg egyéb iratokban is benne van, hogy Krisztus az csodákat tett. Oké? Tehát ugye miért tudott csodát tenni? Hát mert ő olyan lény volt. Persze. Jó? Na szóval a lényeg az, hogy miért beszéltem erről a kérdésről, mert itt vagyunk mi emberek, és a világegyetemben mindenféle frekvencián léteznek társadalmak. Tehát társadalmak. És abban a társadalmakban lények. És ezen a földön sem egy faj van, hanem konkrétan három faj van. Tehát amelyik itt él, az három faj van. Tehát az egyik faj ugye az ember. A másik faj, akik viszonylag nagy számban léteznek itt, hozzánk képest nagyon kevesen vannak azért, de mégis nagy szám. Ugye ez egy alsó, alacsony rezgésű lények. És vannak itt olyan lények is, amely magas rezgésűek. Hát ők gyakorlatilag a mi felügyelőink. Tehát magas rezgésűek. Hát nem kis számban vannak ők is, közel nincsenek annyian, mint a... Most földről beszélek. Közel nincsenek annyian, mint az alsók, hát hozzánk képest meg aztán nagyon kevesen vannak. Na most az
alacsony rezgésű lények, azok ugye a Föld belsejében élnek. A kevésbé magas vagy alacsony rezgésűek, mi földiek, a Föld felszínén élünk. És azok a magas rezgésűek, akik gyakorlatilag ellentétben vannak az alacsony rezgésűekkel, de minket próbálnak irányítani, koordinálni, jó, az alsók is próbálnak minket irányítani, csak azok rejtetten, a fentiek meg nyíltan, tehát a magas rezgésűek nyíltan. Ők is a Föld belsejében élnek, csak máshol természetesen, a Föld elég nagy ahhoz, hogy élhessenek társadalom szinten. De ugye akik a fentiek közül itt élnek a bolygón, azok nem azzal a céllal élnek, mint a lentiek, tehát mint az alacsony rezgésűek, és nem is azzal a céllal élnek, mint mondjuk mi itt emberek. Na most ezáltal, mivel a világegyetemben ugye számos vagy számtalan részünkre, szinte számtalan olyan társadalom van, amely különböző rezgésű, ezért a Földet már mindenféle rezgésű lény felkereste. Itt, ami a, mióta a Föld létezik. Sőt, a mi életünkben, tehát az emberiség életében, mondjuk az elmúlt 15 ezer évben is mindenféle lények keresték föl a Földet. És különböző befolyással bírtak az emberiségre. Van, amelyik, mit tudom én, megtanította az embereket a tűzre, tűzhasználatra. Van, amelyik megtanította mondjuk arra, hogy, ne féljen mindentől. A másik megtanította arra, hogy, mit tudom én, a hitük az egységes legyen, stb. Stb. Volt, amelyik ugye kihasználta az emberiséget, meg az embereknek azt a csoportját, amelyikre hatással volt. Volt, amelyik tanította azt a csoportot. Tehát különböző olyan az emberekhez képest Földön kívül lények jöttek ide a bolygóra, a Föld történetébe, aminek se szeri, se száma igazából. És ez miért fontos? Hát azért, mert valamilyen szinten, hogyha tartósabban itt tartózkodtak ezek a lények, akkor nyomot hagytak. Az emberek tudatában nyomot hagytak. Tehát az emberek akár évszázadokig vagy évezredekig emlékeztek arra, azokra a lényekre. Mondok egy dolgot. Volt egy olyan hölgy, illetve azt jól emlékszem, 7 földön kívüli lejött egy földre, egy űrhajóval, még vagy 7000 évvel ezelőtt, és ugye nem tudtak visszarepülni. Azért nem tudtak visszarepülni, mert megsérült az űrhajójuk. És nem tudták megjavítani, mert nem állt rendelkezésre ugye alkatrész. És meg szervizállomás persze nem volt. És ez itt maradtak, itt ragadtak, és ugye a legidősebb egy nő volt, mármint leghosszabb ideig ő volt itt, egy nő, amely komoly nyomot hagyott a Föld történetébe. Ezt a hölgyet nagyon sok helyen ilyen jó húsban lévő hölgynek ábrázolják, és úgy, hogy hiányzik a fél lába. Azt hiszem tértől lefele hiányzik, vagy innentől. És mi például, ugye a mi nemzetünk erre visszaemlékszik, erre a hölgyre, és ugye ő az a hölgy, aki tanított minket sok mindenre, amíg élt, és ugye abból lett a nagy boldogasszony kultusz. Tehát onnan lett a mi nagy boldogasszony kultuszunk.
Ugye ez más népeknél is megtalálható, például voltunk Máltán, és Máltán még jobban szimbolizálják ezt a hölgyet, mint itt Magyarországon. És ezt csak azért mondom, hogy a világon ez a hölgy, ez, ennek a tudása, vagy az, hogy ez a hölgy létezett, ez nagyon sok népnél jelen van. Tehát ugye próbálják a nagyboldogasszonyt Máriával összekötni, kettőnek semmi köze egymáshoz. Tehát ezt most azért mondom, mert mondhatjuk azt, hogy mi nekünk is van kapcsolatunk ugye istenekkel vagy istenségekkel, akkor ugye Jézussal is van a mi népünknek kapcsolata, ugye, mert királyunknak tekintettük, stb. Stb. Tehát több olyan istennel vagy földön kívülnek nevezhető lényel volt a népünknek kapcsolata, ami benne maradt a mondákban, népmesékben, vagy akár arvisúrákban, tehát ilyen leírásokban, stb. Stb. És lényeg az, hogy ez minden olyan népnek, ami ősi, az nyilván minél ősibb egy nép, annál több ilyen esemény maradt benne a tudatában, írott vagy monda formájában. Nyilván sok olyan nép van, amelyik nem ősi, hanem valamelyik másik népből fejlődött ki, és vagy vált ki, és akkor onnantól kezdve természetes, hogy ők nem találkozhattak olyan dolgokkal. Már nem is tudom, tudjátok-e, hogy ha egy népből kiválik egy másik nép, akkor az a nép általában azt szokta csinálni, hogy csinálnak magának egy saját történelmet. Így van, gyárt magának egy saját történelmet, és próbálja letagadni azt, hogy ő honnan származik. Tehát ma a Földön nagyon sok olyan nép van, amely kivált valamilyen népből, és gyakorlatilag ugye ha visszavezetnék a történelmüket vagy a életüket, akkor ugye valamennyire oda visszavezethető lenne, mint a többinek, de mégse vezetik vissza, mert akkor be kellene vallaniuk, mondjuk, hogy mit tudom én, a hunoktól származnak, csak most mondtam valamit, és ugye ezt meg nagyban tagadni akarják. Mert ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy vagy mennyire tudjátok, hogy a hunok az egy ősi nép. És a hunoknak az volt a küldetése pont, ugye az anyahita miatt, hogy arra utasította a hunokat, hogy a magasabb rendű tudást, amire tanította őket, azt vigyék el az emberiség számára. Tehát a többi nép számára. És akkor ugye a hunok szétszélettek, és akkor vitték a tudást a bolygó különböző pontjára. Tehát szétszélettek, ugye, mondom, hogy hova, Indiába szétszélettek, Közép-Európába, ugye a Kárpát-medencébe, akkor Egyiptom környékére, akkor Észak-Dél-Amerikába külön-külön szétszélettek, jó? És Afrika déli részére is, ugye Madagaszkár környékére is szétszélettek. Tehát ami azt jelenti, hogy vitték a tudást, tehát ugye elég sok nép nek el kellene mondani azt, hogy elég sok közük van mondjuk a hunokhoz. Tehát ugye a magyar elmondhatja magáról, hogy minden magyar hun, de nem minden hun magyar. Nem tudom, értitek-e? Tehát a hunok meg a magyarok, az két összekapcsolódó dolog, de mégis különbözik, mert a hunokról úgy beszélünk, mint tudom én, több mint 7000 éves nép, a magyarokról meg úgy beszélünk, mint még 2000 éves sincs.
Bocsánat, egy közben itt ezt megnyomtam valamit. Tehát még 2000 éves sincs. Tehát ugye a kettő között van egy kis különbség. Tehát mi népről beszélek. Tehát a magyar az olyan volt, hogy magyarnak hívták a mag urakat. Tehát a magúrból lett a magyar, akik egyisten hívők voltak a múltban, azokat mind magúrnak hívták. Mai nyelven magyarnak hívták. Jó, tehát nem nép volt, hanem először vallás, majd később vallás és név, tehát ami azt jelenti, hogy vannak, voltak olyan embereket, akiknek az volt a nevük, hogy magyar. Jó, és akkor végül lett nép. De ez a nép is a Magyarországon, illetve Kárpát-medencében lévő nép is több hun népcsoportból, törzsből tevődött össze. Most nem akarom ezeket felsorolni. Na most ezt azért mondom csak, hogy gyakorlatilag nagyon sok nép ugye tagadja az eredetét, és kitalált magának egy másik eredetet. De ha jobban megnézzük, mondjuk a fehérek, ugye a tiszta fehér bőrű ember, vagy a tiszta fekete bőrű ember, vagy a tiszta sárga bőrű ember, az külön faj. Vagy a barnákat megnézed, a barna már lehet olyan, hogy ilyen kevert, tehát ilyen-olyan bőrű, de az is egy külön faj. A barnák. Tehát ha mint fajokat megnézzük, akkor nem egyszerre lettünk itt a Földön. Tehát hogyha például magunkat megnézzük, ugye itt a magyarnál, hát azt látod, hogy a magyarok nagy része az kuszafogú. Tehát kuszafogú, és nem fér el a fog a szájba. Tehát az azt jelenti, hogy ugye össze vannak torlódva a fogak. Tehát valahogy így, tudod. Hát ugye ez annak köszönhető, hogyha megnézed, a sárgáknak apró foguk van. Az igazi fehéreknek meg nagyobb foguk van. És mi keveredtünk a fehérek meg a sárgák, tehát mi egy ilyen kevert vagyunk, a hunok. Ugye és onnan jöttünk keletről, és ugye régen kisfogúak voltunk, ami elfért a szánkba, és meg ilyen nagyfogúakkal keveredtünk, és a szánkba nem fér el a fog. Érted? És ezért van ilyen kusza fog. De hát nem csak nekünk van, tehát mindenütt a világon, ahol kuszafogúak vannak, az mind ránk vezethető vissza. Nem vicc. Ugye a magyarok nagy része az ilyen kuszafogú. Ezért kell ugye a fogszabályzó most már, hát régen nem volt fogszabályzó. És lényeg az, hogy miért mondom ezeket a dolgokat? Hát csak úgy információként, meg azért, hogy lássad, hogy ebben a világban hát kicsit bonyolultabb ez a világ és ez az emberiség, mint amit az ember úgy alapvetően tud átlagemberként. Tehát átlagemberként. Nyilván aki ilyen dolgokkal foglalkozik, az több tudással rendelkezik, és ugye ezeknek utána lehet nézni. Tehát ugye tudjátok, hogy például a nyelv is úgy alakult ki, hogy volt egy egységes nyelv, és akkor bizonyos embereknek nem tetszett az, hogy gyenge képességekkel rendelkeznek, és ők nem lehetnek vezetők. Nem tudom, tudjátok azt, hogy régen a bolygón a törzsek például az lehetett törzsfőnök, aki a legjobb képességű volt, mind szellemi, mind fizikai téren. És azok lehettek vezetők egy törzsben, akik a hierarchiában jó képességekkel rendelkeztek. Tehát nem az számított, hogy kinek mekkora a vagyona, tehát olyan nem létezett, hogy vagyon. Ugye annak volt nyilván a legnagyobb vagyon, aki hierarchiában a legtetején volt, de hát az egy dolog.
Tehát lényeg az, hogy most gondolj bele egy átlag ember, tehát minden ember valamilyen szinten hatalomra törekszik. Ez a lélek, lelkünknek egy szabálya. És mivel hatalomra törekszik a lélek, ezért, hogyha valaki gyengébb képességű, akkor úgy próbál hatalomra törni, tehát olyan dolgokat csinál, amivel esetleg kicsinálhatja azokat, akiknek jobb képességei vannak. Ugye ez ismerős, nem? Tehát, és ugye az egy módszer volt, hogy mit tudom én, a gyerekét nek nem azt tanította mondjuk, hogy mit tudom én, szék, hanem azt tanította, hogy mi a szék németül? Stuhl. Stuhl, igen. Tehát azt tanította, hogy stuhl. És nem jutott eszembe írtál. Tehát stuhl. Érted? És akkor onnantól kezdve, ugye a gyerek, ha azt mondták neki, hogy szék, az nem értette. Tehát megváltoztatták a nyelvet. Miért? Hogy akik hatalomban voltak, azok ne tudják őt utasítani. Ugye azt tudnak utasítani, aki érti a nyelvet. Azt nem tudják utasítani, aki nem érti. Téged se tudnak angolul utasítani, ha nem tudsz angolul, nem? Vagy németül nem tudnak utasítani, ha nem tudsz németül. Tehát ugye csak azt lehet utasítani, akivel egy nyelven beszélnek. És akkor ezáltal kialakultak szépen a nyelvek, hogy a gyengébb képességű emberek is képesek legyenek létrehozni egy saját társadalmat, és a gyenge képességűek közül ugye a legerősebb képességű legyen a vezető. Vagy lehet, hogy már nem is a képesség számított egy idő után, hanem hogy ki milyen családból származott, hogy milyen vagyonnal rendelkezett az a család. Jó, tehát lényeg az, hogy teljesen eltorzították a világunkat ahhoz képest, ahogy ez régen működött. Jó? Mert miért? Hát nyilvánvaló, most mondok egy példát. Mit tudom én, volt egy nép, akkor lejött mondjuk egy idegen, földön kívüli Isten, és ugye ezt nem tudjátok-e, nyilván bizonyára, ha nem tudjátok, akkor tapasztaltátok, hogy egy értelmes embernek, vagyis egy értelmes lénynek szüksége van energiára. És ugye energiát honnan tud egy lény szerezni? Hát a némi nemű az ételből tudunk szerezni mi, de hát az értelmes lényeknek a táplálkozás az kevésbé fontos dolog. Nem a földi értelmes lényekről, hanem a földön kívüli értelmes lényekről beszélek. Tehát a táplálékból ők nem szereznek igazából energiát. Akkor mi a másik, amiből egy lény energiát tud szerezni? Hát ez azt jelenti, hogy vámpírkodik, energiavámpírkodik, elveszi másoktól. Most azt, hogy teszi azt, hogy elveszi, tehát például úgy csinálják ezt, hogy például egyik formája, hogy ha valakire figyelnek, akkor az energiát kap. Tehát most ugye mondhatnátok azt, hogy akkor én energiát kapok, ez így van egyébként. Na akkor van egy másik, hogyha valakihez imádkoznak, tehát valakit behelyeznek rendszeresen egy gondolatba, egy lényt, akkor az energiát kap. Tehát ugye minél több energiája van egy értelmes lénynek, annál jobban működik. Tehát minél több figyelem van, figyelemmel rendelkezik egy lény, most személyes figyelem vagy gondolati figyelem, ez most részletkérdés, annak az illetőnek annál több energiája van. Ez minden értelmes lényre igaz. Oké? Lehet az univerzumból energiát szerezni, de ha egy lény nem elég pozitív, akkor nem biztos, hogy olyan energiákhoz jut, mint amit szeretne. És ugye lehet kapni a teremtőtől energiát, hát a teremtő meg csak akkor adja az energiát, hogyha valaki megérdemli. Na most mindegy, lényeg az, hogy a legkönnyebb, legalsóbb forma
az, hogy mások figyelmét, mások figyelméből merít energiát. Világos ez? Ez azt jelenti, hogy egy csomó olyan lény lejött az emberiséghez azzal a céllal, hogy figyelmet nyerjen. És megnyert figyelmet mondjuk egy népnél. Vagy megnyert figyelmet egy nép vezetőjénél. És ezáltal az a nép vezetője elkezdte tanítani, hogy ő a ti istenetek. Na most, mondok konkrét példát. Mózes egy ilyen népvezér volt, aki megkeresett egy isten, akit úgy hívnak, hogy Jahve, és Jahve azóta úgy szerez energiát, hogy a Mózes népétől, illetve azoktól, akik azt a fajta hitet képviselik, ami Mózestől indult. Oké? Na már pedig a keresztények egy jó része ide tartozik. Mert a keresztények jó részének a Jahve a teremtő Isten, a Jehova. A teremtő Isten. Na most az azt jelenti, hogy ez a teremtő Isten energiát kap abból, hogy az értelmes földi emberek őt figyelem központba helyezik. Világos ez? Tehát most azt, hogy imádják, most mit tudom én, beszélnek róla, az most teljesen mindegy. Tehát egy értelmes lény úgy működik, hogy minél több figyelmet kap, annál több energiája van. Jó? És mire tudja használni az energiáját? Hát a kisebb energiájuk lények befolyásolására simán. Tehát minél több valakinek az energiája, a minél kevesebb energiájú lényeket, annál könnyebben befolyásolják. Ez egy fizikai ismeretnek kellene lenni, hogy ez így működik. Na most ugye lehet, hogy furcsán néztek most rám ezzel kapcsolatban, de én legalább tanítom ezt nektek. Érted? Tehát tudom, hogy ez így van, és de én merem tanítani nektek ezt a dolgot, érted? Nem eltitkolom tőletek, hogy ez így van. Oké? Szóval a lényeg az, hogy minden lény a világegyetemben, értelmes lény, így működik, hogyha minél nagyobb figyelmet kap, annál több az energiája. Jó? És minél több az energiája egy lénynek, annál több mindenre képes. Világos ez? Na most, hogy ez egy jó értelembe vett gondolat, vagy rossz értelembe vett gondolat, ez most ebből a szempontból részletkérdés. Érthető? Mert ugye rossz értelembe is lehet ezt értelmezni, mert minél több rosszat tud tenni, tudod, minél több gonoszságot tud tenni, vagy jó értelemben minél több jót tud tenni. Világos? Most ránéztem az órára, túl vagyunk az időn. Hát körülbelül ennyi fér be az első részbe. Hát ebben volt most egy kis oktatás is. De remélem voltak benne olyan érdekes dolgok, amit még esetleg nem hallottál. Na szóval a lényeg az, hogy mi olyan dolgokat tanulunk, ami az ember és a világ működése szempontjából fontos. Olyan dolgok, hogy megértsük az élet és az ember működését, és ugye az élet működésében nem csak mi emberek vagyunk, hanem benne vannak azok a lények is, akik nálunknál magasabb szintet képviselnek. És ha nem tudjuk azt, hogy mik vannak a világban, és nem tudjuk azt, hogy mi milyenné válhatunk, akkor nem is fogunk soha olyanná válni, amilyenné válhatunk.
egy ember annyira tud fejlődni, amennyire tudja, hogy ő fejlődhet. Ha az ember tudja azt, hogy mit tudom, eddig fejlődhet, akkor eddig fejlődhet. Eddig fog fejlődni. Ha egy ember tudja, hogy eddig fejlődhet, akkor addig fog fejlődni. Tehát egy ember nem tudja, hogy neki van fejlődési lehetősége, akkor ő nem fejlődik. Tehát amiről nincs információnk, abban nem tudunk jók lenni. Világos? Tehát amiről nincs olyan információt, hogy létezik, azt nem tudod elképzelni. Sem. Csak azt tudsz elképzelni, amiről tudod, hogy létezik. Tehát a létezhetetlent, azt nem tudod elképzelni. Csak olyat, ami létezik. Most ez azért mondom, mert ha te nem vagy tisztában azzal, hogy a világegyetemben milyen helyzetek vannak, és mi mire lennénk képesek, hogyha lenne elég tudásunk, és ha ezeket nem tudod, akkor mindenki megmarad azon a szinten, amin az átlag ember van. Érted? És ha megnézed, hogy élnek az átlag emberek, én senkivel sem cserélnék. Semmilyen átlag emberrel a bolygón. Oké? Senkivel. Mert nem szeretnék úgy élni, mint az átlag emberek a Földön. De semmilyen szinten. Tehát ami azt jelenti, hogy akármilyen országot nézhetnénk, akkor sem. Tehát most gyakorlatilag azt mondanám, hogy a bolygón én senkivel nem cserélnék. Senkivel. Nem hogy átlag emberrel, sem, hanem senki mással sem cserélnék. És ugye nekem volt egy érdekes előéletem, hogy én mindig elégedett voltam azzal, és nem sírtam vissza a múltat. Tehát elégedett voltam azzal, amiben voltam. És nem sírtam vissza a múltat. És mindig így vagyok vele, azóta is. És mindig az a legjobb, amiben az ember most van. Oké? Mert én mindig azt láttam, hogy emberek visszasírják a múltjukat. Milyen jó volt gyereknek lenni, vagy milyen jó volt fiatalnak lenni. Vagy retrozzunk már egy kicsit, stb. Stb. Menjünk már egy kicsit vissza a múltba. Jó, vissza lehet menni, lehet egy kicsit ugye nosztalgiázni, de hát nem arról szól, hogy az jobb volt, mint a most. Hát gondolj bele, én régen nem rendelkeztem azzal a tudással, azokkal az információkkal, amivel most rendelkezek. Nem szeretnék oda visszamenni. Érted? Persze az emberek visszasírják a múltat, mert ugye jobban érezték magukat akkor a múltban. Mert hogy fiatalok voltak. De nem az a lényeg, hogy ki milyen idős, nem az a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy mennyit tudsz. Érted? Tehát a tudás az sokkal, de sokkal fontosabb és jelentőség teljesebb, mint a kor. Mint az, hogy te hány éves vagy. Érted? És ha mondok példát, itt van mondjuk ez a test, amely, hát ugye öregszik. De akkor is meg tudod azt oldani, hogyha van elég tudásod, hogy ne legyen nyűg a tested. Ha nincs elég tudásod, akkor nyűg a tested. De hogy ne legyen nyűg a tested. Érted? Tehát ugyanúgy, mint mondjuk egy 20 évesnek, hogy nem nyűg a teste. Hogy neked sem, mit tudom én, 60 évesen ne legyen nyűg a tested. Vagy 70 évesen. Ami nem azt jelenti, hogy örök életű a test, ez nem ezt jelenti. De ez úgy működik, ugye tudjátok, hogyha a testeddel valami bajok vannak, akkor a figyelmed arra összpontosul. És ha a figyelmed magadra irányul,
akkor kifelé nem tudsz figyelni. Akkor nem tudsz annyi figyelmet irányítani kifelé az emberek felé, ha magadra figyelsz. Mert egyszerűen a tested miatt kénytelen vagy magadra figyelni. Jó? Ez ugyanaz, mint hogyha például a múltadra figyelsz, akkor a jelenedre nem marad annyi figyelmed, mint amennyi kellene. Ha állandóan a múlton rágódsz, akkor a jelenedben nincs annyi figyelmed, mint amennyi kellene. Jó? Na jó, mindegy, ennyi. Mindenkinek további jó tanulást kívánok, 20 perc szünet után kezdődik a coachképzésünk. Köszönöm szépen a figyelmeteket, az információt azért kapjátok, mert szeretlek benneteket, sziasztok!